Üdvözlök el! Ismétel! Most ki fog derülni, hogy fel lehet-e rakni egyáltalán egy gigabyte GA3800NS laplapra egy Fedora Workstation-t. Elindult! Választani, hogy is induljon. Még egy esélyt kell adni neki. Hát a basic rapics grafikai módba el fog indulni. Rendszer, nem biztos. Majd ki fog derülni. Ha nem, akkor ismét debuttolom. És akkor több mód van még. Jó, most elindult. Valami grafikus meghajtása, meghajtó. Lehet valami gond? Látszik a videón, hogy már kezdi betölteni a rendszert. Kis fog derülni, hogy mit is, milyen alkalmazások vannak integráltatva a rendszerbe. Ez nem az alapverszió, hanem majd bővített. Egyáltalán valamit ki fog írni. Várni kell velem még a lassú flash-ről átmásolja a RAM-ba. Kevés időcskét. Azt is nézni kell, hogy mennyi sokat fejlődött az elmúlt években a rendszerek, disztrók. Alapva nézve mindegyiknek ugyanaz. Linux kernet futtatnak, vannak más rendszerek is, a Linux nem az a Solaris, meg a BSD rendszerek. Az úgy nem lettelek még egyszer se próbálva ki. És egy kicsikét át lehet menni már marketingolásra. Eddig legjobban az Ubuntu-val marketingoltatva, oldalakon Ubuntu, Linux Mint, Fedora, OpenSUSE, Manjaro, Linux Mint. Nem már mondva. És van ez a Fedora. Kíváncsi vagyok, hogy mire képes ez a Fedora rendszer. Egy 10 MB per szekundumos olvasású sebesség, írásos, meg olvasása kb. 20 megabit per szekundumos fessen. Azért tart eléggé sokáig neki, hogy betöltse a rendszert. Utána nem soká meg fog lenni. Hát itt adnak ilyen sokáig, mert hogy már betöltötte volna? Ja, betöltötte. Nem kell itt várogatni semmit. Nem értem, akit itt jön ez így az ablak. Be van töltve ez a az al értelmezett
Felállt-e neki? Dynamo, 3 pont. Valamedik? És akkor itt meg lehet nézni, látni, mik is vannak rajta. Az összes alkalmazás. Majd egy ilyen stream. Rajta van a Blender. Archive. Desync Slide. Escape. Pifty Studio. Videos. Más. Modern. Ság. Azt mondja, hogy van 1, 2, 3. Ugyanaz az asztali környezet, mint az Ubuntu-nál. Minden distro, ami GNMO-s, a KDS, vagy XFCS, Eliscutés, egy más minden, annak az asztali kezelője ugyanaz, a megjelenése, a beállítás menüje is ugyanúgy van minden benne. Szinte ugyanaz. De térik el. Ez ilyen streamelés. Mi a különbség a kettőjük között? Van egy böngésző is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szevasztok!